Köszöntöm Demeter Mártát, az MSZP elnökségi tagját, aki a mai napon ellátogatott Budaörsre. Most mindenkit, az összes választópolgárt, leginkább a baloldaliakat az érdekli, hogy mi a helyzet az ellenzéki összefogásra. Tulajdonképpen miben is állapodtak meg az együtt 2014-jel, miért ezt a forgatókönyvet választották? Köszöntöm én is szeretettel a nézőket, és jó estét kívánok! Az ellenzéki összefogás az a témakör, ami azt gondolom, hogy évek óta egy várt társadalmi igény volt, és egy társadalmi nyomás is volt. Nyilvánvalóan a demokratikus ellenzéki pártok és szerveződések is felismerték ennek az igényét és ennek a szükségességét. Ennek több oka is van. A Fidesz kifejezetten a saját maga képére formálja a választási törvényt is, tehát nyilvánvalóan megtesz mindent azért, hogy a hatalmát megtartsa és az uralmát a magyar emberek fölött megtartsa. Ennek a megszüntetése és ahhoz, hogy ezt a jelenlegi kormányt le tudjuk váltani, ennek az a módja, hogy megszületett az az összefogás, ami meg tudja ezt tenni. Hosszadalmas tárgyalások előzték ezt meg. Az MSZP már 2011-ben megkezdte a programjainak a kidolgozását minden egyes szakterületen, hiszen felismertük azt, hogy egy kormányváltást követően azonnal kell majd cselekedni. Tehát a jelenlegi sajnálatos helyzet, ami az országban van, és minden szakterületen felelhető, minden társadalmi csoportban, az nem fog megengedni egy pillanatnyi késlekedést sem. Tehát ezek a programok kidolgozásra kerültek, és megkezdődtek ezeknek az egyeztetései. Ez megkezdődött az Együtt PM Szövetséggel is, és kifejezetten program alapon indult ez az együttműködés, amit nagyon fontosnak tartok, hiszen ez az alapja az ország jövőjének, és annak, hogy egy stabil kormányzást lehessen megvalósítani. Most az utóbbi pár hétben az MSZP választmánya is jóvá hagyta ezt az együttműködést, tehát aláírásra kerül ez a dokumentum is a két párt elnöke között. Úgy néz ki, hogy külön listán fogunk indulni, úgy fogunk tudni leginkább szavazatot maximalizálni, hogy minden egyes egyéni választókörzetben, amiből 106 darab van, egyetlen demokratikus ellenzéki jelölt tud indulni ezáltal. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb megoldás, és mostantól, mivel lezárultak az együttműködési tárgyalások, arra tudunk koncentrálni, ami a legeslegfontosabb feladat, hogy hogyan váltjuk le az Orbán kormányt. Mennyire zavarja az össze a választópolgárokat, hogy mégis a különböző területeken közös jelölt fog indulni, de két különböző miniszterelnök jelölt, két különböző lista van? Összezavarni semmiképp nem fogja, azt gondolom, hiszen egy demokratikus jelölt lesz ezáltal minden egyes választókörzetben. A kampányt is természetesen együtt fogjuk végezni, tehát ez egy folyamatos információ átadás is lesz, amit mindenféleképpen el fogunk juttatni még a választásokig minden egyes választópolgárhoz. A személyes kapcsolattartás révén is, a média révén is nyilván, amennyire lehetőségünk van rá. Tehát azt gondolom, hogy ez nem fogja összezavarni, viszont az, amit a Fidesz nagyon próbált sarkítani, és próbálta erodálni ezt az együttműködést azzal, hogy kifejezetten a miniszterelnök jelölt személyre hegyezte ki a kritikáit és a megnyilvánulásait. Azt gondolom, hogy ezt is ki tudtuk ezzel küszöbölni, és az a célunk, hogy a választók döntsék el, hogy kit tartanak alkalmasnak erre a feladatra, így ők fognak tudni dönteni. Mennyire lesz könnyű a választásokon egy viszonylag jó eredményt elérni? Nem tudom, hogy mi számít pontosan jó eredménynek, hiszen a legfrissebb közvéleménykutatások adatok alapján nagyon messze van az ellenzék a Fidesztől, és nekik nincs szükségük ahhoz partnerre, hogy meg tudják tartani a kormányzást, legalábbis a mostani adatok szerint. Igen, most van partnerük, egy olyan párt, aminek nem mérhető a támogatottsága a KDNP személyében. Az MSZP sokkal többször nyert választást, mint közvéleménykutatás, tehát a jelenlegi megfélemlített helyzetben az, amit látunk a társadalomban, mindenki félti a munkáját, félti a családját. Én azt gondolom, hogy érthető is, hogy nagyon nehezen vállalják fel az emberek a véleményüket, ez a szavazó fülkében fog eldőlni, hogy kire fognak szavazni. Azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy megképződött az a társadalmi elégedetlenség, amit mi politikai cselekvéssé tudunk formálni, és a 2014-es választásokon le fogjuk váltani az Orbán kormányt, ez nem kérdés. És visszatérve az ellenzék összefogásra, az egyik kulcseleme, hogy a demokratikus koalíció kimarad ebből az összefogásból, a Gyurcsány Ferenc ebben nem lesz benne. Miért vártak ezzel eddig? Miért nem dobták ki az MSZP hajójából Gyurcsány Ferencet mondjuk 2009-ben, amikor Bajnai Gordon lett a miniszterelnök?
Az Együtt PM-mel indultak meg a tárgyalások elsődlegesen, és ezzel a DK is egyetértett, hogy a két legnagyobb támogatottságú ellenzéki, demokratikus ellenzéki erő állítsa föl az alapvető elvi alapokat, és tárgyalják meg ezt az együttműködést. Ez meg is történt. Ezzel ők tisztában voltak, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy mik a tárgyalási alapok program szinten is. Viszont az ajánlat, amit az MSZP tett a DK felé, az számukra egyelőre nem felelt meg. Tehát a magunk részéről egyébként az együttműködési tárgyalásokat lezártnak gondoljuk. Egyértelmű, hogy több választás lesz 2014-ben, tehát mind az Európa Parlamenti választások, az országgyűlés és ezt követően az önkormányzati választások. Tehát azt gondolom, hogy egyébként azok, akik esetleg jelenleg nem gondolják azt, hogy együtt részt vesznek ebben az együttműködésben, azok még fel tudják ismerni annak a felelősségét, hogy mennyire fontos, hogy önkormányzati szinten is leváltsuk a Fideszt. Mennyit változott az MSZP 2010 óta? Hiszen a sikertelen választás követően Mesterházy egyből bejelentette, hogy arra törekszik, hogy megújuljon az MSZP. Ennek olyan nagyon nagy látványos elemeit nem láttuk, de hogy ön közelebbről, mint az elnökségi tag, ezt el tudja nekünk mondani. Ez egy folyamatos megújulás volt, és azt gondolom, hogy tényleg Mesterházy Attila az a pártelnök, aki szinte a nulláról felépítette ezt a pártot a jelenlegi támogatottságra és a jelenlegi működőképességére, úgy, hogy jelenleg tényleg a legnagyobb demokratikus ellenzéki párt vagyunk, és így létrejöhet a kormányváltás szövetségben természetesen. Mind személyi feltételek tekintetében megújult a pártvezetés minden szinten, mind pedig program alapon nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy nem választásokat megelőzően kapkodva legyen esetleg program összeállítva, hanem tényleg egy nagyon szisztematikus, igazán baloldali program került összeállításra. És mi is ez a program, hiszen mindenki arról beszél, hogy ki kivel fog össze, ki marad ki, és csak az marad ki az összes beszámolóból, hogy mit tervez az MSZP. Mik a legfontosabb kérdések, amihez esetlegesen 2014 után hozzá szeretnének nyúlni? Öt társadalmi csoport az, akik egészen biztosan jól járnak az MSZP kormányzással 2014 tavaszát követően. Ők a gyerekek, a nők, a munkavállalók, a kis- és középvállalkozók, illetve a nyugdíjasok. Ezek azok a társadalmi csoportok, akik a legsértettebbek az Orbán kormány által. Hihetetlenül megalázta a nyugdíjasokat, azok, akik egy egész életet átdolgoztak, ezeket az embereket alázza meg olyan szinten a kormány, hogy nem tudják eldönteni, hogy a rezsit fizessék ki, vagy pedig gyógyszereket vegyenek, vagy pedig élelmiszert vegyenek maguknak. A gyerekeknek nincsenek most lehetőségeik, tehát nem tudnak kitörni abból a közegből, ahova születnek, nem tudnak bekerülni a felső oktatásba. Több tízezer hallgató maradt ki jelenleg is a felső oktatásból az átszervezések miatt. A nők azok, akiket úgy kezelnek, hogy vakkomondorokon esnek át véletlenszerűen, és úgy gondolják, hogy faganál kell a nők kezébe, és így tudják csak élni az életüket. Kiszolgáltatottá tették őket a munkatörvénykönyve által. Kis- és középvállalkozások tízezres nagyságrendben mennek jelenleg tönkre Magyarországon, és a munkavállalóknak pedig szinte alig van esélyük, több százezer fiatal hagyja el az országot pontosan a Fidesz politikája miatt és a kilátástalanság miatt. És hozzáteszem, hogy az egykulcsos adó, amit bevezettek, rendkívül igazságtalan, tehát így alakult ki az, hogy több mint 4 millió ember él Magyarországon szegénységben. A mi programunknak a lényege az, hogy ezek a társadalmi csoportok egy biztonságos, egy szabad, egy igazságos országban tudjanak élni, úgy, hogy napról napra nagyobb jólétben tehessék meg. Tehát egész Magyarországról és Magyarországnak szól a programunk. A gyermekek esetében nagy hangsúlyt fogunk fektetni rá, hogy minden gyermek minőségi oktatásban részesülhessen, egészen a bölcsödétől a felső oktatásig, legyen lehetőségük kibontakoztatni a tehetségüket, és legyen lehetőségük Magyarországon családot vállalni a későbbiekben. Kapjanak minőségi egészség
egészségügyi ellátást, ez is rendkívül fontos. A nőknek az önrendelkezési jogának a gyakorlása, tehát ő dönthesse el azt, hogy mikor szül gyermeket, hány gyermeket szül, és legyen lehetősége visszatérni biztonságban a munkahelyére, ne lehessen valakit SMS-ben kirúgni, ne kelljen a főnökének bejelenteni, hogyha teherbe esik, még akár előbb kell ezt sajnos most megtudja, mint akár a saját férje. A kis és középvállalkozásoknak piacot fogunk biztosítani, hogy tudjanak működni. Fontos, hogy könnyen és gyorsan hozzáférjenek az Európai Uniós forrásokhoz, és jelentősen egyszerűsíteni fogjuk az adózási szabályokat, hiszen a kis és középvállalkozások nagyon sok embert foglalkoztatnak. Munkavállalók tekintetében, amit kiemelek, de természetesen ez minden társadalmi csoportra igaz, hogy megszüntetjük az egykulcsos igazságtalan adórendszert, egy progresszív adózást fogunk fölállítani, abban hiszünk, hogy a gazdagok igenis fizessenek több adót, és akik rosszabb helyzetben vannak, azoknak maradjon több a zsebükbe, hogy tudják biztosítani a családjuk boldogulását. A nyugdíjasoknak pedig biztosítani kell, hogy nyugodt, és jólétben telhessen az idősebb korú, az, hogy utazási kedvezményük meglegyen, tehát tudjanak 65 év fölött ingyen utazni, az, hogy kapjanak nyugdíjprémiumot, tehát ez mind-mind a mi programunk része. Ennek egy része egyébként a Fidesz programja is, hiszen a Fidesz évek óta azt hangoztatja, hogy megőrizze a nyugdíjakra állértékét. Mit terveznek ezzel önök a nyugdíjasokkal? Hiszen a nyugdíj az egyik legnagyobb kiadás az államkasszából, és jelentős fejfájást okoz, és az MSZP volt az, aki a 13. havi nyugdíjat megszüntette. Igen, ez egy adható nyugdíj volt, de azt gondolom, hogy most már meghaladtuk azt az állapotot, és egy olyan rendkívül nehéz állapot áll föl most a nyugdíjasok esetében is, hogy itt ténylegesen a jövőről kell beszélni. A nyugdíjak reálértékének a megőrzése elsődleges szempont, tehát nyilvánvalóan ők ebből vesznek gyógyszert. Jelen pillanatban egyébként sajnos nagyon sok nyugdíjas nem hogy magát meg kell megpróbálja eltartsa, hanem még a gyermekeit is, vagy az unokáit, mert nincsen jelenleg munkahelyük. Ez egyébként óriási probléma, hogy olyan méretű kivándorlás indult meg Magyarországról, amit egyébként a rendszerváltás óta nem lehetett látni a jelenlegi rossz politika miatt. Tehát ezek a fiatalok, mindenképp mi arra törekszünk, hogy egy kormányváltást követően nekik megérje hazajönni, és lássák itt a perspektívát, hiszen egyébként ez akár egy nyugdíjrendszer szempontjából, népesedés politika szempontjából rendkívül fontos, hisz ezek a fiatalok onnantól külföldön fizetnek járulékot, oda szülnek gyermeket. Egyébként hozzáteszem, hogy pont a Fidesz kormány az, aki 3000 milliárd forint magánnyugdíjpénztári megtakarításról fosztotta meg a lakosságot. Milyen eszközökkel lehet a fiatalokat visszahozni Magyarországra, hiszen ezzel a kereszténydemokrata néppárt is próbálkozik, gyere haza a program keretében. Ez hogyan néz ki az MSZP gondolataiban? Hát a KDNP családpolitikáját azt most nem minősíteném, hogyha nem gond, mert tényleg egy olyan konzervatív politikáról beszélünk, ami alapvetően nyilván a konzervatív politikával nem biztos, hogy gond van, de ez unkonzervatív, unortodox és mindent mondhatunk rá. A fiataloknak perspektíva kell. Tehát ezek a fiatalok jó nagy százalékban nem szeretnék elhagyni a hazájukat. Tehát ők itt szeretnének boldogulni, ide szeretnének családot alapítani, itt szeretnének dolgozni, és itt szeretnék majd tölteni a nyugdíjas éveiket. Tehát nekik egyértelműen egy olyan perspektívára van szükség, ami által könnyebben juthatnak lakáshoz, megkapják azokat a család támogatási formákat, munkahely lehetőséget, aminek révén tudnak itthon gyermeket vállalni, és akár nem is egy gyermeket, hisz nagyon sok fiatal eleve több gyermekkel tervezne. Tehát ezekkel a támogatási formákkal, odafigyeléssel, a munkahelyeken ösztönözni a fiatal munkaerőt. Van ilyen EU-s program is egyébként, ami segíti a fiatalok elhelyezkedését. Ezt egyébként mindenféleképpen ragaszkodunk hozzá, hogy bevezessük majd, ez az ifjúsági garancia program. Ezekkel azt gondolom, hogy ezt jobbá lehet tenni, és arra lehet őket csábítani, hogy visszajönnek, de kell lássák a perspektívát. És egy kicsit ilyen bulváros kérdéssel zárjuk a mostani beszélgetést, hogy fiatalként hogy érzi magát az MSZP-ben, ráadásul úgy, hogy az MSZP elnökségi tagjaként dolgozik és segíti a pártot, könnyen tud érvényesülni? Hiszen nagyon sok fiatalt nem láttunk az MSZP házatáján mozogni, aktívan részt venni a párt életében. Nagyon sokan vagyunk pedig fiatalok, és nagyon jól érzem magam fiatalon és MSZP-sként. Segítik az ön munkáját? Tehát, hogy támogatnak? Így van. Támogatják?
Így van, és ez a változás azt gondolom, hogy nem is mehetett volna végbe azoknak a támogatása nélkül, akik egyébként nagyon sok időt töltöttek a politikában, és a végletekig hiszek abban, hogy szükség van egyrészt a fiatalos lendületre, egy picit más gondolkodásmódra, arra az elhivatottságra, ami megvan az emberben a kezdetekkor, és nyilván igyekszünk ezt megőrizni folyamatosan, viszont szükség van nagyon is arra a tapasztalatra, ami egyébként idővel képződik meg, és arra a tudásra, amit csak a gyakorlatban lehet megszerezni. Úgyhogy így működnek a generációs együttműködések nálunk, azt gondolom, hogy nagyon jól. És könnyen ment ez akkor ezek szerint, hogy mindenki megértette azt, amikor hogy föl kell állni az elnökségből, és helyükre a fiatalok jönnek, és könnyen megosztják a tapasztalatokat. Ez egy érési folyamat, aminek a mostani pár év volt, azt gondolom, a csúcspontja, hogy ez meg tudott történni, és azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére szolgál. És nagyon sok lehetőség van arra, hogy tudjunk tenni egyébként az országért, és nem mindig egy útról beszélünk, hanem nagyon sok párhuzamos lehetőség van, ahol az ember tud dolgozni, és így mindenki meg tudja találni azt a területet, ahol a leginkább tudja segíteni a pártot abban, hogy azokat az értékeket artikuláljuk, és azokat a dolgokat valósítsuk meg, ami a jelenlegi társadalmi igény Magyarországon. Demeter Márta, nagyon szépen köszönjük! Köszönöm szépen! Köszönöm Lacik Zoltánt, a budaörsi MSZP elnökét. Hogyan telt a nyári szünet a Magyar Szocialista Párt életében, legalábbis itt Budaörsön? Hát azt gondolom, hogy munkával és ennek megfelelően kissé zsúfoltan eléggé intenzíven gyűjtöttük az aláírásokat az alapvető élelmiszerek áfájának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése érdekében. Úgy látszik, hogy ennek van is hatása, mert hogy hallom, a mezőgazdasági minisztérium már tervezi, hogy néhány húsféle áfáját 5%-ra leviszi. Gondolom, hogy ebbe benne van az a sok száz aláírásnak a hatása is, amit mi gyűjtöttünk. Tehát számos kitelepülésünk volt a nyár folyamán itt Budaörsön, és azt hiszem, hogy folyamatosan láthatóak voltunk a város több pontján, a CBA előtt, vagy a 40 busz végállomásánál MSZP logós pólókban többnyire. Tehát a kánikulában nem mindig volt kellemes ez az aláírás gyűjtés, de hát ezt örömmel csináltuk. Hát azt hiszem, hogy ennél már csak az ősz lesz zsúfoltabb. És mi várható az ősszel, hogyha már így szóba került, tehát hogy most kijelenthető az, hogy elindult a kampány, hogyan fog ez kinézni Budaörsön? Igen, mondhatjuk, hogy bár ez informális vagy nem hivatalos, de hát látjuk, hogy minden jelentősebb párt gyakorlatilag megkezdte a választási kampányt. Itt Budaörsön ez úgy fog kinézni, ketté bontanám a dolgot. Az egyik egy szervezeti jellegű dolog, de hát ezt is meg kell csinálni nekünk is, meg egyébként más pártoknak is, hogy véglegesíteni szeretnénk a országgyűlési, illetve az európai parlamenti listára kerülő jelöltjeinket. Tehát az egyéni képviselőjelölteket és a listára kerülő jelölteket. Ez gyakorlatilag heteken belül ezen túl leszünk, mert október 19-én tart az MSZP kongresszust, és ott ezeket a listákat és az egyéni jelölteket a kongresszus véglegesíteni fogja, de talán nem is ez az érdekes. Annyiból persze igen, hogy onnan kezdve hivatalosan is látni fogjuk, hogy kik azok, akik indulnak a mi választókerületünkbe, illetve budaörsi hátterűek és listán is szerepelnek. Egyébként pedig újabb akciókba fogunk különböző közcélok érdekébe, mint volt ez a bizonyos áfacsökkentési akció is, de ennek a tartalmában még nem szeretnék belemenni, mert ezt hát majd egy országos esemény keretébe fogjuk útjára indítani. Azt viszont mondhatom, hogy folyamatosan jelen leszünk az utcán, tehát egészen addig, amíg be nem jön mínusz 15 fokos vagy, de lehet, hogy még akkor is, tehát az ősz folyamán folyamatosan jelen leszünk Budaörs utcáin, és minél több választópolgárral szeretnénk megismertetni a programunkat.
És egy gondolat erejéig visszatérve az áfa csökkentésre, mi azzal a terv az MSZP-nek? Hiszen, hogyha 2000 aláírás sikerül összegyűjteni, akkor azt be lehet terjeszteni az OVB felé, és választásokat lehet erről kiírni, erről a kérdéskörről. Hát ez a dolog egyik része, ezt csinálják civil szervezetek is egyébként, de alapvetően ennek inkább politikai célja van, tehát egyfelől az, hogy a kormányzatra próbálunk ilyen eszközökkel is nyomást gyakorolni, hiszen a kormányzat, a mindenkori kormányzat döntésén múlik, hogy hány százalék az áfa. Ez ilyen egyszerű dolog. Ha a kormány úgy dönt, hogy 5%, akkor 5% lesz, tehát a kormányon múlik. Tehát a kormányra szeretnénk nyomást gyakorolni, másfelől pedig jelezni szeretnénk, hogyha mi kerülünk jövőre kormányra, amiben mi nagyon bízunk, és úgy gondoljuk, hogy ez így fog történni, akkor nyilvánvalóan számunkra ez kijelöli a cselekvés irányát. Tehát kormányon mi ezt meg fogjuk tenni. Laci Zoltán, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.